3 különböző csapattal megnyert bajnoki cím, egy magyar kupa siker, 23 válogatott mérkőzés, és egy horvátoknak lőtt felejthetetlen győztes gól. A mai egy az egy vendége, Pátkai Máté, szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, én is köszönöm a meghívást. Bejelentetted, hogy befejezed a pályafutásodat, míg a Vasas játékosaként szenvedtél súlyos sérülést télen, és nyáron nem hosszabbítottak veled. Hogy vagy most, teljesen felépültél a sérülésedből? Köszönöm szépen, jól vagyok. Hát amúgy az élet szinte minden területére alkalmas a lábam. Versenysportra még nem biztos, 85-90%-os készültségben volt a lábam, amikor befejeztem a rehabilitációt, amikor úgy döntöttem, hogy nem folytatom a pályafutásomat. A Halmai Tomival nagyon sokat dolgoztunk ezen a sérülésen, hogy meggyógyuljon a lábam. Viszont volt egy pont szeptember közepe fele, amikor azt éreztem, hogy nem lesz folytatás, és ezt otthon meg is beszéltem a feleségemmel, családdal, és ezt tartottuk a legjobb döntésnek. Miért érezted úgy, hogy eljött az a pont, hogy befejezd a pályafutásod? 35 évesen, 3 iskolás gyerekkel magam mögött nem az volt a legfontosabb, hogy bármi áron is visszatérjek a futball világába, és itt kellett hozni egy olyan döntést, ami nem volt egyszerű, bár azért egy ideje már készültem rá, hiszen sokan lehet, hogy nem tudják, de én úgy terveztem, hogy nagyjából 35 éves koromig tervezem a pályafutásomat. Az egy másik kérdés, hogy nem úgy, hogy sérültem, fejezzem be, emiatt lehet, hogy adott esetben meghosszabbítottam volna egy évvel a focit, viszont nem volt olyan ajánlat, ami megfelelő lett volna. Hogy emlékszel vissza a vasasos időszakodra? Azt mondod, hogy lehet, hogy még folytattad volna akár egy évet. Maradt benned esetleg tüske? Hogy sérültként kellett így befejezned? Nem tüskének mondanám. Szerintem senki nem úgy tervezi a pályafutása végét, hogy sérülten vonuljon vissza. Ugyanakkor más dolgok is előkerültek az életemben. Például az, hogy vidékre semmiképpen nem szerettem volna leköltözni, tehát a családot nem szerettem volna megmozgatni emiatt, és ezt tartottam a legjobb döntésnek. A Vasassal szemben abszolút nincsen ellenérzésem, hogy nem hosszabbították meg a szerződésemet. Ez sajnos így sikerült, így jött ki. Nem egy szerencsés történet, de azt gondolom, hogy ha az egész pályafutásomat nézem, akkor inkább félig tele van a pohár, mint hogy félig üres legyen. Végleges az, hogy bejelentetted, hogy visszavonulsz, és nem marad benned némi hiányérzet, hogy akkor még azt az egy évet valahol eltöltsd. Lehetne egy olyan ajánlat, amire azt mondod, hogy akkor még visszatérsz a pályára? Hiányérzet emiatt nyilván van bennem, hogy nem úgy terveztem, hogy sérülten vonulok vissza, hiszen tavaly októberben játszottam az Alaegerszeg ellen az utolsó mérkőzésemet, az szerintem már több mint egy éve volt, október eleje közepe lehetett az a meccs. Nem gondolnám, hogy van visszaút. Mióta bejelentettem a visszavonulásomat, azóta azért kaptam alacsonyabb osztályból ajánlatot, lehetőséget, felkérést, viszont én nem szeretnék alacsonyabb osztályban úgymond levezetni. 3 különböző csapattal is bajnoki címet szereztél, ahogyan azt a felvezetőben is mondtam, az MTK-val, a Győrrel és a Vidivel is. Milyen szerep jutott neked ezekben a csapatokban? És hogy értékeled ezt? Mindig jó helyekre igazoltál, vagy milyen szerep hárult rád ezekből az aranyokból? Abban a szerencsés helyzetben vagyok. Persze egyrészt ezt magamnak teremtettem meg a teljesítményemmel, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mind a 3 aranyéremkor azért végigjátszottam a szezont, és gyakorlatilag alapember voltam mind a 3 bajnoki címnél. Mind a 3 más aranyérem volt más-más történettel, viszont igen, az a része tudatos volt részemről itt az igazolásoknál, hogy mindig azt tűztem ki magam elé célnek, hogy valamiért játszak. Valamilyen célt el akarjon érni az adott klub. Ugyanez volt a győri klubváltásomkor is, ugyanez volt a Fehérvárra történő igazolásomkor is. Hogy emlékszel vissza ezekre a bajnoki címekre egyébként? Milyen emlékek jutnak eszedbe először?
Hát a legmeglepőbb az talán az első volt az MTK-val, hiszen akkor egy rendkívül fiatal, ám de motivált és jó erőkből álló csapatunk volt. Szerintem sokakat meglepett akkor az a bajnoki cím, hiszen az akkori Debrecen, az egy korszakos Debrecen volt, gyakorlatilag előtte talán 3-4-szer, utána 2-3-szor zsinórban bajnok lett a Debrecen, és ezt a sorozatot sikerült nekünk egy rendkívül fiatal csapattal megtörnünk. Győrben már egészen más volt a helyzet, az egy tudatos építkezés volt az Eto részéről, akkor ez egy nagyon masszív, erős csapat volt, Pintér Attila irányításával egy nagyon szervezett és jó csapat alakult ki, az már egy kevésbé váratlan bajnoki cím volt. Amikor Fehérvárra igazoltam, akkor pedig hát az talán egy bombaerős videóton volt, még akkor is, ha az első évben ugye a Fradi lett a bajnok velünk szemben. De azt gondolom, hogy az volt a pályafutásomnak a legsikeresebb időszaka. 2019-ben gólt rúgtál Horvátországnak és Walesnek is a válogatottban, aztán az év végén még játszottál a nemzeti csapatban, a Vidivel ezüstérmesek lettetek, mégis nyáron az MB2-es Vasasba igazoltál. Miért döntöttél akkor, hogy az MB2-ben folytatod? Kicsit visszább mennék. 19 őszén ugye a máig utolsó válogatott meccsemben eldőlt Wales ellen, hogy egyeneságon nem jutunk ki az Európa-bajnokságra, és a Nemzetek Ligájának a négyes döntőjében kell kivívni ezt a lehetőséget. 2020 márciusában jött a koronavírusos időszak, ugye leállt minden bajnokság, válogatott meccsek elmaradt ez a négyes torna is. Majd 2020 nyarán érkezett a videótonhoz Márton Gábor, aki nem számolt velem alapemberként. Akkor egy év volt hátra a szerződésemből, és akkor a klub sem mutatta azt irányomba, hogy hosszú távon tervezne velem. A válogatottba sem kaptam meg, csak azután meghívott, hogy többen koronavírus fertőzéssel kénytelenek voltak kihagyni a Nemzetek Ligája meccseket, és akkor már Márko Rosszi nem is alapemberként számolt velem. Tehát ezt így kívülről persze könnyű mondani, hogy én válogatott játékosként igazoltam az MB2-be, az igazság az, ezzel szemben, hogy akkor már nekem jövőm nem volt a válogatottban. Amit én teljes mértékben elfogadtam, Márko Rosszival volt is egy ilyen irányú beszélgetésem, hogy ő inkább a fiatalokra építeni a jövő válogatottját, amit természetesen nekem el kellett fogadnom. És itt megint csak a családomat kellett néznem abban az értelemben, hogy egy év volt hátra a videótonos szerződésemből, viszont én hosszú távon akartam bebiztosítani magamat úgymond egy hosszú távú szerződéssel, amit a Videótontól az említett okok miatt valószínűleg nem kaptam volna meg. És ekkor jött egy ilyen lehetőség a Vasasból, akiknek szintén NB1-es ambícióik voltak akkor, és itt megint, ha a családot párhuzamba állítom itt a dolgokkal, a focival, akkor a gyerekeim, az iskoláztatása, a mi kialakult életünket nem akartam azzal megbolygatni, hogy eligazoljak adott esetben az Zalaegerszegre, vagy Kisvárdára, vagy Békéscsabára, vagy egy vidéki nagyvárosba. Szóval ezért volt akkor ez a meglepő döntés. Én nyilván tudtam, hogy mit miért csinálok. Utólag visszagondolva lehet, hogy egy picit elhamarkodott volt ez a döntés, és hogyha kivárok, másként történhetett volna, azonban így döntöttem, ezt nekem is el kell fogadni, és mindenkinek. Igen, ott a Vidinél azért utána jött egy igen erős hanyatlás. Igen, hát miután eljöttem, és nem azért, mert eljöttem, még véletlenül se ezt akarom kihozni ebből, de elindult a csapat lefelé. Hát itt edzőváltások azért viszonylag gyakran történtek akkor, talán az új igazolások sem úgy jöttek össze, hogy előtte évekig Kovács Zoli irányításával rendkívül jól igazolta a Vidi, és hát gyakorlatilag innen egyenes út volt sajnos abba az irányba, hogy már a kieséstől kellett félteni a Fehérvárt. A Vasasban akkor hogy érezted magad? Ott azért nagy nevek is voltak a csapatban. Milyen volt a hangulat, milyen volt a légkör? Hát az első év az nem volt könnyű. Amikor én megérkeztem, akkor 13. volt a Vasas, annak ellenére, hogy már akkor is egy erős kerete volt a csapatnak.
De aztán egy jó őszi sorozattal ugye elértünk oda, hogy a dobók közelébe kerültünk. Jó játékosokból állt az a csapat, viszont akkora volt a hátrány, hogy ezt nem sikerült ledolgozni, még akkor is, hogyha voltunk feljutó helyen. Egy nagyon jó közeg volt abban az időszakban a Vasasnál, és hiába voltak nagy nevek, hiába voltak jó játékosok, mindenki a csapat érdekében tett mindent. De mégis az látszott, hogy valahogy nem jöttek úgy az eredmények. Ennek mi lehetett az oka? Ezt igazából az első évre mondanám igazából, mert a második évben Kuttor Attilával azért viszonylag simán fel tudtunk jutni. Természetesen azt is hozzá kell tenni, hogy az egy még erősebb csapat volt. Időközben azért jöttek újabb igazolások, és egy NB2-ben abban az időszakban kiemelkedő csapatról beszélhettünk. Az, hogy az NB1-es időszak az utolsó évem is gyakorlatilag nem úgy sikerült a csapatnak, annak azért rengeteg összetevője van. Itt természetesen lehet hibáztatni a játékosokat is, a stábot, a vezetést, mindenkit, mindenkinek volt ebben szerepe, és én ezt úgy is látom, hogy ebben mindenki hibás, de az egy félre sikerült év volt, ez egyértelmű, és ez mindenkinek csalódást okozott. Azt lehet tudni rólad, hogy az edzőkről igen határozott véleményed van. Ért emiatt esetleg bármiféle hátrány a pályafutásod során? Én szemtől szembe ezt nem kaptam meg, és itt most lehet, hogy egy múlt heti nyilatkozatomra is gondolsz többek között, de amikor én ezekről a dolgokról beszélek, akkor azt nem azért teszem, hogy bárkit bántsak. Nem az a célom. Viszont szeretek őszintén beszélni, és ha engem megkérdeznek, akkor szeretek őszintén válaszolni. És érdekes dolog, de a múlt heti interjúmmal kapcsolatban gyakorlatilag nagyon sok olyan visszajelzést kaptam, hogy több ilyen őszinte megnyilvánulásra lenne szükség. És sokan sajnos Magyarországon nem mernek őszintén megnyilvánulni, nyilván sokan félnek valamitől, vagy tartanak attól, hogy milyen véleménye lesz majd a megszólalások után. És én nagyon bízom benne, hogy egyre többen észre fogják venni azt, hogy anélkül, hogy őszinték lennénk, anélkül nem fog előrelépni a magyar futball, és ez egy olyan része, amiben szintén előre kell lépni. Igen, ott például ez is egy nagyon meglepő információ volt, hogy volt olyan, amit 29 évesen tanított meg neked egy edző pályafutásod során. Igen, mert valószínűleg Magyarországon ezt nem tartották fontosnak, de hogyha 29 évesen tud egy külföldi edző neked újat mutatni, akkor valószínűleg nincs minden rendben, úgy általában a képzéssel, mert azért azt sok mindent el lehet mondani rólam, azt talán kevésbé, hogy nem vagyok tanulékony. Talán az egyik legnagyobb erényemnek tartom, így pályafutásom során, hogy rengeteg edzővel dolgoztam, és azért mindenkinek, az egy nagyon fontos dolog szerintem egy játékos részéről, hogy alkalmazkodni kell az adott edzőnek a stílusához, a kommunikációjához, a hadrendjéhez, az elképzeléséhez, és szerintem ez nekem egészen jól ment pályafutásom alatt. Tehát azt nem lehet mondani, hogy ne tudnék alkalmazkodni egy edzőnek az elképzeléséhez, viszont ott rengeteg minden újat tanultam, amit előtte nem tanítottak meg, amire előtte nem hívták fel a figyelmemet. És ez igenis egy fontos dolog, akár egy felnőtt labdarúgónál is, nemhogy egy 15-16-17 éves ifistánál, akinek még rengeteg mindent kell tanulnia. Te is válogatott voltál, amikor nagy sikereket ért el Márkó Rossi csapata, ugye erről is beszéltünk. Őt milyen edzőnek tartod, és vele milyen volt a kapcsolatod? Én azt gondolom, hogy rendkívül jó kapcsolatban voltam vele. Szerintem neki az egyik legnagyobb erénye, hogy hihetetlen jól válogatja meg aktuálisan a keretet. Mindig lehet vele vitatkozni, sőt, ahányan vagyunk itt most a stúdióban, biztos, hogy mindenki másképp állítaná össze a válogatott keretet, de ő mindig azt nézi, hogy aktuálisan hogyan tud sikeres lenni a következő 2-3-4-5 mérkőzésen, és ennek tükrében állítja össze a keretet, és talán ez az egyik legnagyobb erénye, hogy ezt rendkívül jól csinálja. És végezetül, hogy mivel telnek most a napjaid, illetve hogy mik a jövőbeni céljaid? Jelenleg nyugdíjas vagyok, úgyis fogalmazhatnék. Most itt a saját kis életemet, amit a foci adott esetben egy kicsit háttérbe szorított, azt próbálom így helyre rakni.
és a foci utáni életemet kialakítani. Többen kérdezték, hogy akarok-e a fociban maradni, a sportban maradni. Hát lehet, hogy többek között emiatt, ezek miatt a nyilatkozatok miatt nem lesz egyszerű dolgom, hogy valahol szerepet kapjak. Ha futball, akkor egy saját dologban gondolkoznék, ahol ezeket az előbb említett hiányosságokat, vagy hiányosságokra fel lehet hívni a fiatal labdarúgók figyelmét. Ezt még nem vetettem el, bár ennek azért még szerintem idő kell. Hogyha nem futball, akkor pedig a saját üzleteimet, befektetéseimet szeretném intézni, illetve természetesen a családommal minél több időt. Most már lesznek szabad hétvégéim, úgyhogy remélhetőleg ezt a családommal tudom leginkább tölteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánunk mindehhez. Köszönöm szépen. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, ha eddig nem tettétek, akkor kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, ahol természetesen kommentelhetitek is a tartalmainkat. Sziasztok!